Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Tegnap tragédia történt itt a templomban. 11-es Szentmise előtt Sövény Ferenc Tibor bácsi 83. életévében elhunyt. Úgyhogy próbálták több mint fél órán keresztül újraéleszteni a mentősök, de sikertelenül. Úgyhogy most a Szentmisét ő érte és családjáért ajánljuk föl. A Szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen vétkeztem. Kérdezőket a boldogságos, minden országot lesz Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunk és Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, Te azt akartad, hogy Szent Pál atyánk a remetességben jusson el az életszentségre. Közben járására engedd, hogy az imádság és a szolgálat szellemében előre haladva, egyre közelebb jussunk hozzád a szeretetben. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Moáb síkságán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez. És most halld, Izrael, mi mást kíván tőled az Úr, a te Istened, mint azt, hogy féld az Urat, a te Istenedet. Járj az Úr útjain, szeresd őt és szolgálj a te Uradnak, Istenednek teljes szívedből, teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsait és rendeléseit, amelyeket ma adok, hogy jó dolgod legyen.
Nézd, az Úré az ég, a magasságos ég, a föld és minden, ami rajta van. Mégis a ti atyátokat kedvelte és szerette az Úr. Az ő utódaikat, vagyis titeket választott ki minden nép közül, miként az, ez ma nyilvánvalóvá lett előttetek. Metéljétek tehát körül szíveteket, és ne keményítsétek meg nyakatokat, mert az Úr a ti istenetek, legfelségesebb Isten, a legnagyobb Úr, nagy hatalmas és félelmetes Isten, aki nem néz sem személyre, sem ajándékra. Igazságot szolgáltat árvának és özvegynek, szereti a jövevényt, élelmet és ruházatot ad neki. Szeressétek ti is a jövevényeket, mert egykor ti is azok voltatok Egyiptom földjén. Féld az Urat, Uradat, Istenedet, csak ő neki szolgálj, ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdj. Ő a te dicsőséged és a te Istened. Ő művelte azokat a nagy és félelmetes dolgokat, amelyeket tulajdon szemed látott. 70-en voltak atyáidok, amikor leköltöztek Egyiptomba, és íme úgy megsokasított téged az Úr, a te Istened, mint az ég csillagait. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül.
De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Múlt héten vasárnap, tehát nem most az elmúlt vasárnap, hogy egy héttel korábban szintén a kenyér szaporítás története volt felolvasva a Szent Miséken, akkor János evangélista könyvéből hangzott el. Ma felolvasott résznek tulajdonképpen az az egyik párhuzama. Ugyanakkor Márknál és Lukácsnál is találunk a kenyérszaporításról szóló történetet. Történet helyszíne egyik evangélistánál sem egyértelmű. Éppen ezért mind a mai napig vitatott, hogy pontosan hol is történt meg ez a kenyérszaporítás. Máté azt írja, a hír hallatára Jézus elhajózott onnan egy elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen. Hát ez a hír az volt, hogy Herodes Antipász keresztelő Jánost kivégeztette. Ezt azért kellett megtennie, mert működésével ekkor már Herodes Antipász figyelmét magára vonta. Herodes így vélekedett az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban, már keresztelő Szent János halálát követően. Ez keresztelő János, mondta szolgáinak, feltámadt, innen van benne a csodatevő erő. Mivel Jézusnak még nem jött el az ideje, ezért egy olyan helyre távozott, amely Heródes Antipász uralmának területén kívülre esik. Így megy el fivérének, Fülöpnek a területére. Ugye ez az a Fülöp, akinek Heródes Antipász a feleségét elvette. És ami ellen maga keresztelő Szent János szót emelt. És ezért fogadta le Heródes. Majd aztán ugye ki is végeztette az újdonsült felesége jóvoltából. Akár János evangéliumában, kenyérszaporítással kapcsolatban, akár a tegnapi evangéliumra visszaemlékezünk, de a mai evangéliumban is szó van arról, hogy a tömeg keresi Jézust. Megint csak fölhívom a figyelmet, nem Jézus megy a tömeg után. Tehát a tömeg keresi Jézust, ahogy tegnap mondtam, mert ki van éhezve. Kenyérszaporítással kapcsolatban a hittudósok megjegyzik, hogy ez valójában minden esetben, tehát akármelyik evangéliumot olvassuk a kenyérszaporítás történetével kapcsolatban, az kell feltűnjön nekünk, hogy
az eukarisztia elővételéről van szó. És ez feltűnik abban is, hogy az Úr Jézus Krisztus ugyanazokat a gesztusokat használja, alkalmazza a kenyérszaporításkor, mint majd az utolsó vacsoránál. Föltekint az égre, és megáldotta őket, már ugye a kenyereket, illetve az ételt. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, vagyis kiosztotta a megáldott kenyeret. Ahogy Jézus testi táplálékot nyújt ebben a történetben, úgy fog lelki táplálékot is nyújtani azoknak, akik hozzáfordulnak, akik keresik őt és követik őt. És ezek az emberek megtapasztalhatják Jézus szavainak a valóságát, ahogy azt a tegnapi evangéliumban hallhattuk. Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik. Erre hívja föl nem csak a tegnapi evangélium részlet, hanem a mai is a figyelmünket, hogy forduljunk az élet kenyeréhez, aki lelki táplálékot nyújt nekünk, és ha hozzáfordulunk, többé nem fogunk éhezni, és többé nem fogunk szomjazni. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd Szent Egyházadat. Tartsd meg Szent Atyánkat, Ferenc pápát épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására. Árasz Szent Lelked világosságát az egyház főpásztoraira és papjaira. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek. Adj örök nyugalmat Mihály testvérünknek, akiért ezt a szent áldozatot felajánljuk. Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését. Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy áldozati adományaink, amelyeket Remete Szent Pál emléknapján elét hoztunk, üdvösségünkre szolgáljanak és előtted kedvesek legyenek, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a Szentlélek által a pusztába vezetted, hogy a magányba vonult életet megszenteljed. Szent fiat példájára másokat is a magányba hívtál, így remete Szent Pál Atyánkat, hogy a világ pompájáról elsőként lemondva, a pusztában a te titkaidat szemlélve töltse egész életét. Az őt követő remetéket arra az életre tanította, mely a testnek ugyan kemény fegyelem, de a lelkek üdvösségére szolgál. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálát legyen, Urunk, és hittel vagyunk Ezért fiat halálának fel és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ferenc szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanítására, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Minden nap, amit kérjünk el, add
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert eljöttél az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljunk a szent áldozásban lelkünk különbösségére. Uram Jézus Krisztus szent testülésére. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, csodatetteinek emléket állított a jóságos és irgalmas Úr. Az Isten félőknek eledelt adott szövetségéről mindvégig megemlékezik. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te remete szent pálatyánkat földi eledellel tápláltad, és azt akartad, hogy egészen közel jusson hozzád. Esedezve kérünk ad, hogy mi, akiket szent ajándékaiddal betöltöttél, mennyei dicsőségednek örökre boldog részesei lehessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Jézus. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem.